Nagy szeretettel üdvözöllek Pünköst 24. vasárnapján, amikor Isten igéje Szent Márk evangéliumából szól hozzánk a 9. rész első versében. Ezután így folytatta, bizony mondom nektek, vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal. Kedves testvérek, a keresztény hit alapja, vagy egyik alapja az a feltámadás hit. Tehát, hogy majd egyszer az idők végezetén, illetve Krisztus második eljövetelekor feltámadnak a holtak, és az ítélőszék, a mennyei ítélőszék elé járulva egyesek üdvözülnek, mások pedig elkárhoznak majd. De Jézus itt valami egészen más mond, valami olyasmit mond, hogy az Isten országa, az bizony jelen való is lehet, és lesznek olyanok, már hogy a 2000 évvel ezelőtti körülötte álló sokaságból, akik bizony nem halnak meg addig, amíg meg nem látják az Isten országának eljövetelét. Hogy értette ezt Jézus? Az az igazság, hogy az ősegyház egyáltalán nem egy távoli jövőbe kitolódott eseményként várta Krisztus második eljövetelét, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon közeli időpontként. Aztán a teológusok azt szokták mondani, hogy de hát csalódniuk kellett, mert hát nem jött el Jézus második eljövetele, így hát aztán egyre jobban kitolódott az időben. Én nem hiszem, hogy Jézus rossz prognózist adott volna az Isten dolgaival kapcsolatban, ha már egyszer ő a testélet, akkor erre úgy nagy valószínűség nincsen. Sokkal valószínűbb az hogy miért tettünk félre valamit, illetve, hogy, hogy, hogy hát, ahogy egyre távolabb kerülünk a keresztény, vagy a Jézus személyétől időben, az evangéliumoktól időben, úgy egyre távolabb került maga az egyházis Jézustól, és egészen másfajta elgondolások lettek benne uralkodók, vagy mondjuk így dominánsabbak és meghatározóbbak. Na akkor mi is ez az Isten országa? Azt hiszem, hogy legtöbben úgy gondolnak rá, mint valami helyre, valahol fönt az egekben, de az az igazság, hogy a, a, a csillagászat, a fizika, a matematika, a tudományok azok megmutatták, hogy az égben nincsen semmi, hanem levegő réteg van, a fölött pedig az űr. John Campbell, összehasonlító vallástörténész vallás professzor, ő már nem él, fejtegette azt, hogy ha Jézus a mennybe menetelkor valóban fölemelkedett volna az égbe, tehát mint egy ilyen emberi rakéta elindult volna fölfelé, akkor, akkor, az elmúlt 2000 évben még igazából nem nagy utat tett meg, hiszen a mi galaxisunk mérete az olyan 97.800 fényév, tehát akkor valószínűleg még mindig Föltéve, ha a fénysebességgel megy, akkor akkor még mindig száguldana valahova, valamilyen irányba a mi galaxisunkban, és nem hagyta volna még el azt. Tehát tulajdonképpen a, a tudomány az, az leleplezte azt, hogy nem egy hely az Isten országa, hanem valami egészen más. Most nem fogom hosszasan fejtegetni, mert túl hosszú lenne, de tulajdonképpen az Isten országa az nem más, mint az ember benső viszonya Istenhez, illetve az Istenhez való viszonyának a minősége. És akkor ebből érthetővé válik, hogy az Isten országát nem egy helyként kell elképzelnünk valahol a felhők körül, vagy a felhők fölött, hanem egy olyan valóságként, amely, ahogy Isten maga is messze meghaladja a tér és idő fogalmait, és éppen ezért az, hogy majd egyszer eljön az emberi történelemben, vagy elérkezik Krisztus második eljövetele, az semmiféle korlátozás nem jelenti, semmiféle, semmiféle időbeli korlátot nem jelent Isten számára, és euh, abban, hogy ez a valóság megjelenjen az életünkben. Vagyis igen, van annak realitása, hogy az ember már ebben a földi életében valamilyen mértékben, ki milyen mértékben, hát mondjuk hogy a Szent Ferenc elég nagy mértékben, euh, részesedett az Isten országából. Azt hiszem, amit, amit mi kegyelemnek nevezünk, és meg azt mondjuk, hogy jaj, ke bú, most érzem a kegyelmet, vagy érzem a Szentlélek jelenlétét, vagy, vagy vagy, érzem az Isten kegyelmének megjelenését az életemben, az sem más, mint az Isten országának a, egy ilyen kis porciója, egy ilyen kis adagja, amit ö, részleteiben és részlegesen be tudunk fogadni ebben az életben. Egy kiváló angol teológus az 1950-es évek elején volt az, aki ezt a teológiába bevezette, azt a kifejezést, ami ilyen szörnyen hangzik, Charles Harold Doddról van szó, hogy realizált eszkatológia. Ettől nem kell megérni, ez annyit jelent, hogy hogy valóságosan megjelenő, vagy, vagy jelen idejű végideiség. Tehát amikor Krisztus eljövetele nem a történelmi szemléletünk alapján kerül uh, gorcső alá, hanem hanem egyszerűen megtapasztaljuk a jelenben. És ezt jó tudni, hogy, hogy az Isten országa megtapasztalható a jelenben, természetesen kegyelmi úton és ö, Isten ajándékaként. Valami olyasmi ez, amit Jézus úgy írt le, hogy és én veletek vagyok minden nap a világ végéig, vagy ahol kettet vagy hárman összejönnek az én nevemben, én ott leszek köztük. Tehát ez, ez a, a, az Isteni jelenlétnek a minősége. És ebből teljesen logikusan következik az, hogy az üdvösség sem oda kezdődik majd el egy ítélet után, hanem van, akinek itt kezdődik el, és ahogy Jézus nyomatékosítva mondta, hogy bizony mondom nektek, hát bizony mondom nektek, hogy vannak, akik már itt a Földön képesek üdvözülni, na nem úgy, hogy testestül, lelkestül fölvétetnek a mennybe, hanem elővételezik, illetve vételezik az Isten országát. Ez az igen hely engem arra indít, hogy kicsit próbáljunk meg eloldódni az emberi elgondolásoktól. Attól, hogy mi milyennek képzeljük el Istent, az ő uralmát, az ő hatalmát, milyennek képzeljük el a mennyországot. Az, ami biblikusan a baszilléjátó Teu, vagyis Isten országa, vagy baszilléjátó uranon, a mennyek országa, ugye szó szerint egek ország, ezért gondoljatták el az emberek, úgyhogy valahol fönn van a, az égben. Szó szerint értelmeztek egy allegóriát, nem kellett volna. Az valójában egy lelki minőség és egy lelki tartalom. Adja az úr, és azt kívánom mindenkinek, aki látja ezt a videót, ami nem sok ember, hogy, hogy találja meg az életében azt a kegyelmi forrást, vagy az utat a kegyelmi forráshoz. Hogy tényleg jelen valóvá válhasson számára is az Isten országa, és elérhetővé váljon az életében az isteni minőség. Magyarországi Ókatolikus Egyház Élhető Katolicizmus.